igazi hős, aki semmiből küzdötte fel magát. Ő egy igazi élő legenda, igazi példaképe egy egész sportolói generáció. Szeretnél te is erről? Sportosat. Irodónk vendége Nick Kárpád, erőművész. Gratulálok, 60. születésnapodon leszkandereztél egy 22 tonnás kamiont. Kemény volt? Először is köszönöm szépen a gratulációt, és hát, hogy kemény volt, harmadikra sikerült 2,5 méterre megmozdítani ezt a hatalmas járművet, de hát sikerült. Le volt fektetve, hogy milyen távolságot kell megtennie a kamionnak? Nem, ezt én értem el, nem volt ez meghatározva. Mi volt meghatározva? Hiszen ez a rekord, ez a húzás, ezt még senki nem csinálta a világon. Tehát iszkanderból? Igen, egy rendes szkander asztalon volt a kezem föltéve, és onnan szkander mozdulattal, kamion volt a másik ember, és megmozítottam, ez a legborzalmasabb, legnagyobb kimozítani. Hát nem egy nagy távolság, 2,5 métert sikerült ezt a monsumot megmozgatni. Azt mondtad, harmadikra sikerült? Igen, hát az első nekirugaszkodásnál akkor az egyik karabiner le is jött a csuklomról, tehát a kötőda volt feszítve, és az asztalt majdnem, hát kicsúszott, kirúgtam magam alól, mert megcsúsztam. Másodikra épp, hogy megmozdul, de éreztem, hogy a kezemet, ha tovább merem nyomni, akkor mi szakadás lesz, nem volt jó, és akkor még egy harmadikra úgy voltam, hogy most vagy itt maradok, nem sikerül, vagy sikerülni fog, és annyira jól koncentráltam, az nagyon fontos a sportolónak a koncentrálás, a gyerekek ordibálása. Mire gondoltál? Kamionra? Az, hogy ne hagyjam a kocsit, mert a gyerekeknek csalódást okozom. Szóval annyian voltak több mint ezen, hogy az embert ez doping, vagy hogyha hall kiabálást egy bármilyen manésban, versenyen, amikor az embereknek az ordítása, biztatása van, akkor szerintem ad egy plusz erőt. Azt nem is tudom. De lényeg az, hogy annyira együtt volt az egész, hogy mondom, most vagy soha, és akkor megindult. Nagyon nehezen, igen. Tehát utána már nem is próbálkoztál volna. Nem, ez sikerült. Hát mondom, ez 2,5 méter nekem, ez egy ilyen örökké valóság volt, és ezzel az erőlködéssel, és a 60. évfordulómat megünnepeltem. Ez nagy boldogság volt, végülis ez volt a legnagyobb. Gondoltad anno, hogy 60 évesen még lehet, hogy Guinness rekordot fogsz elérni? Nem, én megmondom őszintén, hogy egyáltalán az, hogy 60 éves leszek, nem is akartam erre gondolni. Hát az olyan nagy időzőjelben öregkor, vagy 60 év, hát általában ilyenkor már, hát persze az a legkevesebb, hogy bácsizzák az embert, meg valaki lenagypapázza, de ez valahogy normális a kisgyerekeknél, de én úgy voltam, hogy én nem akarok soha 60 éves lenni, mindig ebben a 25-30 éves gondolatban, évben gondolkodtam, és érdekes, hogy ezzel nem tudunk semmit kezdeni, akkor akármit teszünk, ez eljön, és nekem is eljött az idő, és hát tényleg belátom, hogy végülis most már én magam tisztelem a saját koromat, sőt, minden 60 éves tisztelek, mert én úgy érzem, én legalábbis úgy érzem, hogy 60 év nem egy kis idő, tehát én megmerem kockáztatni azt a mondatot, hogy akár sportolóról van szó, akár nem sportolóról, időzőjelben egy nem sportot űző átlagemberről, azért ez a 60 év igencsak szeressük és tiszteljük, igen. Hiszen a Jóisten megadatott, hiszen nagyon sokan a 60 éves korukat meg sem élik. Na, Ápi, szerinted az egész világon hány 60 éves tudná leszkanderezni a 22 tonnás kamiont? Hát nem tudom. Megfordult biztos, ez a fejedbe? Nem fordult meg, de biztos van rajtam kívül még olyan erős, akár erővész, akár erős sportoló, aki ha megpróbálná, meg tudná csinálni, de lényeg az, hogy ezzel most nem, jó, de hát ezzel nem gondolkodok. Jó, de ezt nem lehet úgy csinálni, hogy most elkezdem, tehát ez kellene a 25-30-40
évek, így van? Hát igen, azért ezt nem most kell elkezdeni, de lényeg az, hogy nekem most sikerült, aminek úgy örülök, de nem fogok ezen a babéről most tetszelegni, meg magamat töménezni, hiszen nem is az a legfontosabb, hanem azt, hogy végülis én ebből a... Mi a legfontosabb akkor? A legfontosabb, amit magam mögött hagyok, és ez egyszerűen szerint az, hogy én úgy érzem, hogy úgy valami jót tettem. Tehát úgy érzem, hogy nem magamnak, hanem a fiataloknak tudok példát mutatni. Tehát ez a legfontosabb, hogy a gyerekek, most itt nem csak kicsi gyerekek voltak a képen, láthatok még óvodások és iskolások, hanem ott, ahol élek a saját lakóhelyemen Kispesten, az iskolából nagyon sok gyereket el tudtam vinni a sportot, megszeretetni atlétikára, birkózásra. Több gyermeket elvittem, és már sportolók, még hogyha nem is világbajnokok, és ez nagyon fontos, hogy el tudtam őket csalni. Hiszen nagyon nagy veszélybe vannak az ilyen tizenévesek, nagyon sok gyereket az alkoholból, meg a drogból, úgymond kimentettem, és valószínű a viselkedésemmel, meg a ráhatásommal, meg a példamutatásommal tudtam rájuk hatni, ez a legjobb. És én ugyanúgy fogom továbbra is végezni ezt a utánpótlás és a sportnevelését annyira, hogy példával járjak, és a gyerekeket a sportra megszerettesen. Árpi, akkor most láttunk téged utoljára erőművészként? Tehát kész ezzel be is fejezted? Hát, ha erőművészként az ember nem is az, hogy megszűnik, hiszen gyakorlatilag elvileg befejezi, de hát nagyon sok artista művész, erőművész, hiszen én artista is vagyok, mert az elmúlt időkben többet szerepeltem külföldön cirkuszokban, és hanem az, hogy már az biztos, hogy rekordot nem fogtok látni, vagy nem látnak, hiszen ez az utolsó rekord is olyan volt, hogy 2,5 évvel ezelőtt már nem hallottatok rólam szintén a sajtóban, mert visszavonultam. A szíved miatt. A szívem miatt, a versenyektől, meg a profi sporttól, de most, hogy 60 éves lettem, úgy gondoltam, hogy méltó módon köszönjek el. És hát most ez egy kicsit morbidnak tűnik, hogy ezt a 60. évemen ezt a kamiont meg tudtam mozdítani. Mondhatom azt is, ha talán el is hiszik, akik profi sportolók tudják, hogy van bennünk esetleg annyi tartalék, vagy nem is fizikai tartalék, szív és lélek. Egy olyan hatás, hogy ezt a gyakorlatot, ha nem is edzettem sokat, vagy pontosan nem tudtam úgy felkészülni. Mennyit? Hogy készültél rá, ha majd tartunk? Hát végül is most az utóbbi időkben hetente egyszer-kétszer megyek. Egy kicsit érdekes, amit nagyon sokat csinál, kicsit mosolyognak, hát végül is ez alapvető dolog, de régebben nem kocogok, futok, hát persze ez nagyon kis lassú szinten működik, de nagyon elhagytam ezt, de most próbálok kocogni, futni, rengeteget gyalogolni, mert szükséges, hogy a jó oxigén felvétel, és rengeteget a lábot így mondom, így erősíteni, hiszen a kutyáim azok késztetnek arra, hogy sokat sétáljak, és emellett még, amikor tudok egy héten, egyszer legalább eljárok uszadába úszni, és nagyon nem is mész le? Dehogy nem, csak nem annyit, sőt, még a Ferit sem végzem, amit régebben, és nagyon sokat, ami nagyon fontos, hát a magam módján gimnasztikázok. Lazítok, főleg, mert annyira sok év alatt, annyira mások lettek az üzleteim, amit nem lehet megváltoztatni, de egy picikét szükséges, és most úgy érzem, hogy nem fektettem bele annyi munkát, de még volt bennem olyan tartalék, de mondom, ez főleg szíhés, hogy ezt meg tudtam csinálni. Kezed nem sérült meg? Utólag nem volt az, hogy ne egész életet tudtam aludni, a kezem, hanem a vállam és a hátam az ott folyamatosan, hát talán érthető fáj, az egy kicsikét begyulladt, de mondom, hogy szerintem a sok... És a szíved hogy bírta? Hát szívem most abban az esetben ott nem történt semmi. Hát annyi, aki lehetett látni, aki ott volt, de hát ez talán belefér, hogy kicsit úgy megzuhantam a boxba is, kap valaki egy olyan ütés, megzuhant, de magához tér, vagy föláll. Hát én is egy kicsit úgy megzuhantam, talán oxigén bicikét. Tehát kivel belőled azért mindent? Hogyne, hát lehetett látni képpen, hogy megrögytem és hogy fölsegítlek, de hát utána az ember úgy hirtelen úgy körülnéz, amennyire tud és erőt vesz magán. Nagyon fontos ez, szóval most már minél többet beszélnek a szíhés dolgokról, meg a rákészülés, nagyon fontos ez. Tehát annyira számít, hogy az emberrel ott vannak ilyen sokan, és úgy voltam vele, hogy ezt most így méltóképpen befejezem.
biztos, hogy többet nem fogtok rólam. Most így mosolyogok olvasni, mert sokszor mondták, hogy hát az Árpi úgyis, nem. Én ezt megreszkíroztam, megmondom őszintén most itt utólag, hogy én úgy voltam vele, hogy megmerjem csinálni, nem merjem megcsinálni. Megmondom ilyet őszintén, mert a családom azok ilyenkor engemet nagyon megbüntetnek abban, hogy haragszanak rám egyszerűen. Azt mondják, hogy a feleséged, mikor megtudta, hogy ezt végre akarod vinni, hány napig nem szólt hozzád? Hát hozzám szólt, de nagyon haragudott, mert azt mondta, hogy ha én őt szeretem, és tényleg csak nem csak a szavaimmal, akkor érezzem át, mert jó, most ezt én meg fogom csinálni, vagy megpróbálom csinálni. És ott maradok, akkor utána én azt nem érzem, de nem leszek, és szeret meg a fiamnak is. Tehát az ember milyen űrt hagy maga után. Tehát van egy ilyen dolog, hogy ezt igazából mi át se gondoljuk. De nagyon sok sportlán, hogyha itt a falakon körülnézek, itt csak etalonokat látok, és mindegyik versenyző szerintem, mikor odáig eljut, hogy győzzön egy olimpián, világbajnokságon, megben nem kockáztatni, hogy igazából azt már nem érzi át, hogy mit tud ő beletudni pluszt, ami még sikerül, hogy megnyerje, de lehet, hogy az egészségével is valamit csinál. Ilyenkor az ember nem gondol rá. De hát én most már úgy érzem, hogy 60 évesen talán benőtt a fejem lágya, talán, mert örökké olyan gyereknek marad az ember, hiszen a sport úgy nevelt minket, hogy örökké olyan hát fiatalok legyünk, de én már többet nem fogom. De nem semmi. Kétszeres ifjúságbajnok gerelyhajtóból lettél. Hát ez már nagyon lettél rég volt. Lettél egy erőművész. Ez még a 60-as évek. Hát hiszen... De abból indultál. Igen, ezt ne felejtsük, hogy onnan indultál. Én nagyon büszke vagyok, és a mai napig is, hiszen most kaptam ma egy oklevelet, egy elismert levelet az Atlétikai Szövetségtől. Gratuláltak azt lehet, és mondom, a Gyulai úr gratulált, és nagyon büszke vagyok, hogy úgy nem felejtelnek el. Természetesen a mostani korommal, tehát nem csak az erőemelő sportákban jeleskedek, vagy társadalmi munkát végzek, elmegyek versenyekre, adok át díjakat a fiataloknak, vagy segítem tanácsainnal a fiatal erősködő fiatalokat, hanem elmegyek atlétikai versenyekre, ahol a gyerekekkel játszom, akár szkanderozom, vagy bemutatom nekik, hogy hogyan lehet, nem tudom, egy kis malomkövet eldobni. Tehát lényeg az, hogy most már 4 éve rendszeresen van egy olyan program, hogy hoz mozgásba a családot, ez tömegsport szinten, és megyek, és az atlétikai sportágat népszerűsítem, meg minden olyan sportágat, ahova hívnak. Ők hívnak a szövetségből, szólnak, hogy ide gyere vagy honnan tudod, hogy hová kell menned? Hát nem, most engem, hát ott mondom, az atlétikában valamikor én beírtam a nevemet, még ha nem világ szinten, de én gerelyhajtó voltam, és a sporttársak, azok szeretik egymást, és összetartunk, és mindig megyek drukkolni, tehát benne vagyok az Atlétikai Szövetségben. Hát muszáj, mert hát a fiad is gerelyhajtó. Hát én még egy nagyon öreg vasas sportolónak érzem magat, vasasba kezdtem, vasas sportoló vagyok, és néha még elmegyek ilyen senior versenyekre is, ahol ilyen 60-70 éves bácsi dobálnak gerelyeket. És te is diszkot. Még dobsz? Hát persze, olyan gyermekszinten, de nem az a poén, hogy azok az arcok, akik kezdték a sportágat. Hát most már olyan idősebb urak, de azért ott vagyunk, mosolygunk, beszélgetünk. És hogy dobsz gerelyt? Hát, milyen eredménnyel? Hát milyen eredménnyel? Most legutóbb indultam egy versenyen 26 métert. Egyszerűen nevetséges, de mégis megnyertem, hiszen már egy-kettő öreg indul, de nem ez a fontos, hanem utána leülünk, megisunk egy-két sört, beszélgetünk, feeling, és még az a boldogság, hogy azok a sportok, akik a 60-as évekbe kezdték, még ezek a sportok még élnek, megölelhetjük egymást, és láthatjuk egymást. Ez annyira megható, és belegondolunk, hogy Jézusom, 60 évesek lettünk, és még mozgunk, igaz, hogy nem olyan szinte, mint a fiatalok, de rajtunk kívül vannak még 70 éves, vagy 80 éves bácsik lemennek, és csak úgy nézünk. Itt az, hogy a sportot nem lehet nem szeretni. Az én edzőim nem erőszakkal, neveléssel megszeretették a sportot, az alázatot, a tiszteletet, és ez annyira belém ivódott, hogy nekem a sport a templomom. Tehát ez bármilyen sportág lehet, én tisztelettel és alázatosan figyelem. A fiam mennyit örökölt ebből? Hát a fiam az most felfüggesztette egy kicsit az atlétikát. Ő nagyon jó gerelyhajító, 70 méter körül dobál. Most egy másfél éve nem láthattuk a dobópályán, mert egy főiskolán tanul, és most fog elvégezni. Nagyon örülök neki, hogy lesz egy diplomája, és megígérte, hogy ha ezzel végez,
hiszen 24 éves, 25 éves kor az még nem nagyon nagy, nagy év a dobó, meg az erős sportágokban, és visszamegy és dobál tovább, és ennek örülök, mert... De ő nem lesz erőemelő. Nem, nem, ő egyszerűen ezt ő tűzzel, vassal, nem azt, hogy ellenzi, de félt. Ő azt mondja, hogy mégis azt mondja, hogy ennyit, amennyit ezek az erőemelők dolgoznak, ezek a sportolók, minden sportoló rengeteget, de monoton, hogy csak reggelt leesik, emelik a vasokat. Igen. Egy kicsikét ez, azt mondja, ez unalmas, meg durva, igaza van, de hát minden sportot lehet szeretni, de ezt nem választja, az atlétikát szereti. De ez nem baj. Hogy ne lenne baj, sőt, még örülök neki, hogy nem kínozza magát, és esetleg nem lesznek neki maradandó sérülései. Fekve, mikor nyomtál utoljára csúcsot? Mikor nézted meg, hogy mennyit bírok kinyomni fekve? 20 éve. Azóta nem nézted meg? Nem, nem, nem. Én akkor a legjobb... Tudod, miért kérdezem azt? Mert ugye 1983-ban 100 kilósan hány kilót nyomtál? Emlékszel? Én akkor 106 kiló voltam, 106-107 kiló, és akkor nyomtam abban az időben. Igazából csak azok tudják ezt értékelni, akik ezt csinálják. Tehát már lassan... Na, visszere mennyit nyomtál? 245 kilogramot nyomtam fekve. Hát akkor az abban az időben ez nagy eredmény volt. És de a mai fiatalok mondjuk eltett most már majdnem 40 év, hát 35 év, és most már vannak magyar versenyzők, akik világbajnokok, 300 kiló fölött nyomnak fekve, ismerem őket személyesen, és hát nagyon szeretem őket és tisztelem. De hát azért ők is egy kicsit úgy érzem, hogy megadják nekem a kedvességet, szeretetet, tiszteletet, mert átérzik, hogy azért ennyi évvel ezelőtt az a 240 kiló azért az nem volt semmi, de hát minden fejlődik tovább. Hát ez természetes, persze. Még abban az időben ennek mert a sportág... Mert ugye ezt 83-ban érted. Igen, na de hát ezekből lesznek a további évek. Igen. De bármelyik sportágat, ha itt a falon nézem ezeket a csodás sportolókat, hát mindenkinek volt valami elődje, és akkor valószínű kevesebb igen. eredményt értek el. Na de ezekből az öregekből, az akár birkózás, akár atlétika, hát ebből az öreg sportokból lesznek majd a fiatalok, ezekből edző lesz, akik átadják a tudást, de ha nem is edzők, a fiatalokat ösztönzés motiválja, hogy 20-30 éve ezek az emberek voltak, akik úttörők voltak ennek a sportágnak. Hát, te voltál, bocsáss meg, hogy nem tudom, voltál valamelyik csapatnál hivatásos edző, vagy vezető edző? Mindig még sportágban. Nem voltam soha. Miért nem? Ilyen, mert hát voltak jobbak, dám, akik profi edzők. Nem, hát, de nem is akartál edző lenni? Hát, hogyha most kérdezted, hát akkor megmerem kockáztatni, talán nem mondok ebben nagyot, hogy most már tényleg, hogy már korábban is, de hogy abszolút már nem magammal foglalkozom, egy ilyen gondolat volt bennem, de hát itt vannak mi neveket is, hagyd mondjak, Paragi Ferenc, aki világbajnok gerehajító volt, mert vannak más nevek is, és bocsánat, hogyha most más nem említek meg, akik arra adták a fejüket, hogy a profi és a világhírű versenyzés után, vagy Németh Miklós, hát hatalmas igen. nevek, azért foglalkoznak ők edzőséggel igen. és utánpótlás neveléssel, hát ő hivatottak, mert ők profik. És jó, de te miért nem? Én gondoltam ilyenre, de csak ilyen szeretett szinten, hogy miért ne próbálják én is, ami gerelyhajítót felfedezni, de hát itt van a saját fiam példája, hogy én a fiammal gondoltam, hogy foglalkozom, de hát ez tényleg úgy, vagy a fiam nem rosszaságból, de igazából engemet nem fogadta az én tanácsaimat, és neki az edzőjük. Nem edzőnek születtél, ugye? Nem, de hát a mostani edzők, akikhez elvittem, azokban lát nagy szeretetet, és ő rájuk hallgat, pedig az apukája is gerehajító, de más. Uh-huh. De én úgy érzem, hogy azért... És akkor erőemelés, vagy szkander... De visszatérve az atlétikára, azért van olyan gondolatom, hogy ilyen segédedző, nem is azt, hogy segédedző, most nem minősítem, hanem így önszántamból próbálok felfedezni, ahol élek a iskolában olyan fiatalt, akit látom, hogy jó a karja, vagy a... Hogy a labdarúgásban mondják játékos, megfigyelő, valami hasonló. Igen, hát mondjuk a fociban nem nagyon tudok szóhoz jutni. Nem is kell. Nem, hát abszolút nem értek hozzá. Persze. Azért látni, meg szeretem a focit, imádom persze. nézni. De én inkább az ilyen birkózás... És nem akartál esetleg, hogy erőművészt felfedezni? Akiben hát... meglátod mindazt, ami benned is megvolt, megvan. És erre megint azt mondom, hogy ha rákérdezte, akkor mondhatom, hogy van két fiatal, akit segítek. Tehát az edzői munka az azt jelenti, hogy rendszeresen napra készen felügyelem és vigyázom a munkájukat. Én ilyen munkát nem tudok végezni, hanem van két fiatal,
egy lány és egy fiatal ember, akik megkerestek és kérték a tanácsomat, a segítségemet, hogy amit tudok, adjak át nekik és segítsek. Ez erre hajlandó voltam. A csúnya nyelvek úgy szokták mondani, de lehet, hogy nem kéne mondanom, hogy a kicsikét engedtem, hogy a hátamon felkapaszkodjanak, de miért ne? Ha tisztességesek és az öreget nem felejtik el, te megadják a tiszteletet, akkor én bármit megteszek értük, hiszen ha jól csinálja, akkor nem leszek kevesebb, amit már megtettem, azt megtettem, ők vigyék tovább. És van két fiatal, egyik egy szegvári kislány, hát kislány, aki 17 éves, Enikőnek hívják. És aki már volt, vagy? Így mondom, a médiában, a segítségemmel húzott el kocsit foggal, 4,5 tonnát. Nem semmi. Tóth Enikőnek hívják. Most az iskolai dolgai miatt picikét most úgy áll a dolog, de biztos fogunk róla halani. És van egy másik, egy fiatalember, hát vele, így mondom, megmondom őszintén, szeretem ezt a fiatalembert, ám bár egy kicsit olyan részemről, most nagyon őszinte leszek, és hogyha látja a Zsolt a tévét, akkor ezt meg fogja érteni, és azok az edzők, akik 60 évet, az én fiatal, hát fiatal 60 éves edzők, azok biztos éltek meg már ilyen hasonló élményt, hogy nagyon jó edzőnek lenni, nagyon szép dolog, de néha, nem az, hogy hálátlanért, nem mondok, de néha megedzik az edzőt is. Tehát van egy versenyző, Sinka Zsolt, aki 26 éves fiatal ember, és hát szerette a nyomdokaimba lépni, hát előbb-utóbb az, hogyha túlszárnyalja, az nekem is büszkeség, hogy tudtam neki motiválni és példát mutatni. Lényeg az, hogy ő is erővel húz, von, foggal is, testtel is különböző járműveket. Akkor és még én vagyok fogunk neki... olyat olvasni, akkor az lesz odaírva a XY mellé, hogy a Nick Árpád tanítványa? Igen, hát most is, ha néha nyilatkozik, akkor úgy mondja, hogy én vagyok neki a mentor, ez egy szép, nagyon szép szó, mostanában ezt használják. Ennek örülök, és hogyha az öreget felhívja néha, hogy Isten éltesse Márpi bátyám, vagy gondolok rád, nekem jól esik, de tiszta szívvel mondom, minden ez úgy van ebben szerintem, hogy akkor jó az edzőség, hogyha a gyermek nem felérkezik meg magáról, meg az edzőről. Van egy nagyon jó közhelyben, nem mondom, van egy Rocky című film, az Rocky 5. Én minden ilyen kezdő és edzőt választó fiatalnak ajánlom, hogy nézze meg. Ez arról szól, az edző-versenyző kapcsolatról, hogy valaki, ha már kezd beérni, az nem szabad, hogy elszálljon, az edző szeresse, tisztelje, és ne felejtse az, hogy honnan jött, és ki az, aki az úton megsegítette. Lényeg az, hogy ez a két fiatal nagyon jó úton halad, és még fogunk róluk hallani, én meg mindenféle segítséget megadok nekik, ha tudok. Utolsó kérdés, rövid válasz. Mikor fogsz lemenni a konditeremben edzeni? Jó kérdés, erre piszak egyszerűen kell válaszolni, hogy most vagy hol. Én most egy kicsit tényleg pihenek, de... Mert azt is mondhatod, hogy úgy érzem, hogy kész, elég volt, többet nem akarok. Nem, jövő héten megyek a konditerembe, mert most a fiam jön hozzá, mert most... De nem takarítanám, hanem súlyzózni. Nem, hát most a fiam a fogok edzeni, mert most elkezdi az atlétikában, ami nem késő, mert mondtam, hogy nyáról visszatér, az alapozást. Én inkább dirigálok, de kicsiket, amit tudok, beszállok, és most itt ilyen klasszikus ujjemel is végez, de én segítek neki, és ez jó motiválás. Hát persze, hogy én is kis szinten hozzányúlok a súlyokhoz. Most igazából most pihenni szeretnék. Jó pihenést, és még egyszer is nyertesen. 60. születésnapod. És nagyon szépen köszönöm, és még egy utolsó mondatot engedjetek meg, hogy nagyon szépen köszönöm azoknak a barátoknak, sporttársaknak, és azoknak az embereknek, akik az elmúlt 30 évben szerettek és drukkoltak. Nagyon szépen köszönöm alázattal, hogy mellettem voltak, és nagyon köszönöm, hogy ennyi szeretetet kapva megélhettem a 60 évet. Ez a 60 év nagyon komoly, ezt meg kell becsülni, és nem szabad az embereknek a 60 évvel dobálózni. Régen 60 éves korban mentek az emberek nyugdíjba, és sokan túl sem élték. Én tisztelem ezt a kort, tisztelem a sporttársaimat, és nagyon köszönöm, hogy itt lettek a Dinamo Sport műsorába. Köszönöm szépen. Köszönöm. További sportosat. A Dinosport Híradót támogatja a Nemzeti Sport.